Kek párharc közben vette át a Fehérvári női kézilabda csapatot, aztán pedig vezetésével legyőzték a Békés Csabát a bajnokságban. Konkoly Csaba ingázik szülőhelye Győr és Fehérvár között, mert közben tanít is, milyen távú kihívás lehet az alkohol a kispadjából. Konkoly tréner a válaszokkal a stúdióban. Jó kívánok, szervusz! Jó kívánok! É ugye miközben a testnevelés órákat tartottad, meg az akadémián dolgoztál Győrbe, azért hiányzott az élvonalbeli puskaporos kispad, és azért mondtál igent a fehérváriaknak? Egyrészt mindenképp hiányzott egy olyan értelemben saját csapat, akit a napi felkészüléssel felkészít az ember a hétvégi mérkőzésekre, csatákra, Úgyhogy igazából ez, ez is motivált akkor, amikor, amikor elkezdődtek azok a tárgyalások január elején, amit, amivel a Fehérvár vezetősége megkeresett. Ez azért is hiányzik ilyenkor az emberek, mert ez függőséget okoz, nem? mint hogy a, a vére menő kispadozás. Igazából inkább én úgy fogalmaznék, hogy hát 15 éve úgy dolgoztam folyamatosan Győrben, hogy mindig valamilyen szintű csapat mellett, csapattal minden, a mindennapi munkába a, a heti felkészülésbe, az éves felkészülésbe. Úgyhogy igazából, amikor le, lecsengett a, a leváltásommal kapcsolatos ö, ö, tárgyalások is be, kezdtek befejeződni, akkor, ö, akkor már úgy, úgy unatkoztam, és ö, végülis ö, ez a fajta kölcsönös. Ö, igény, ami, ami a Fehérvártól érkezett, meg, meg, meg bennem is volt, ilyen értelemben egymásra talál. Ez azért is kellett, hogy egymásra találjon, mert nyilván, hogyha az ország másik végéből keresnek, akkor nehezen tudtad volna elvállalni ezzel az ingázással, nem? Biztos, hogy jobban át kellett volna gondolni, biztos, hogy több mindent mérlegre kellett volna tenni, így viszont miután a két klub is meg tudott egyezni a, a személyemet illetően, így ö, könnyebb volt a döntés, és értelemszerűen én azt mondanám, hogy, hogy mindenképp ö, szakmai kihívás is, mert ugye Fehérvárt a kilencedik helyen ö, vettem át, előtte egyeztettem Mihály Tilla kollégámmal, én számítottam volna az ő munkájára, sajnos ezt ez nem sikerült, így aztán Sitibával dolgozunk tovább. De, Siti de mindenki, marad. Így van, persze, uh -huh. persze, természetesen. Amúgy is maradt volna. Uh -huh. Tehát uh, itt most nem, nem olyan értelemben személyekről van szó, hanem inkább, inkább arról, hogy mindenképp szerettem volna egy olyan helyi uh, kollégát uh, magam mellett, magam mögött tudni, akik a már említett ingázás miatt is a mindennapi munkába mindenképp be kell, hogy segítsen, és a segítségüket kértem. Uh, és hát uh, végül visszatérve magára, ez egy olyan ö, fajta szakmai kihívás is, ö, ami, ami, azt gondolom, hogy, hogy egy olyan feladat, hogy a 5 8 visszakerüljünk a, a csapattal, ami, 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 megint csak egy olyan kihívás, aminek szeretnék megfelelni. Mennyiben más ott edzősködni, mint Győrbe? Egy kicsit olyan, mint amikor az ember, veled ez volt a helyzet, a Barcelona kispadjáról elmegy Santanderbe, szóval csendesebb hely, nem? Én azt sem mondanám, hogy most csendesebb, én inkább úgy mondanám, hogy minden megvan, mint ami győrbe, csak kicsiben. Tehát igazából én azt mondhatom, hogy, hogy, hogy kellő, kellő munkalázattal és munkafegyelemmel és, és lelkesedéssel fogadtak. Úgyhogy, és mint ahogy most a eddigi eredményünk, ugye ez meg csak egy mérkőzés de illetve hát kettő, sajnos a, a, a kek visszavágott bele, belevéve. Mindenképp azt, azt látom a, a, csapaton, a lányokon, hogy, hogy, mindent megtesznek azért, hogy, hogy az általam kitűzött, meg hát a vezetőség által alapcéként kitűzött helyezést megpróbáljuk szerezni. Ö, könnyebb ezekkel a 20-23 éves csajokkal bánni, meg rendet tartani, mint a világsztárokkal? Mert olvasom valahol, az egyik fiatal, Kuinko Vivian azt mondja, csabába megjött. Csaba bár. Igazából ö, talán nem, nem biztos, hogy ennek korosztályfüggőnek kell lenni. Maga az, hogy, ö, hogy hogy szólítják az embert, meg, ö, tehát nekem évek óta volt egy olyan értelemben házi szabály, hogy ö, rengeteg tanítványt nevelt fel az ember ö, általános iskolás korától egészen a felnőtt játékos koráig, és én azt ö, kértem, illetve azt a idézőjebe szabályt hoztam. A, a lányaink számára győrbe, hogy aki leérettségizett, azzal kezdtünk el tegeződni, mert azt már elég életnek érezte az ember ahhoz, hogy, hogy ö, teljesen száz százalékos partnerként kezelje, aki meg nem, az, az meg egyértelműen még az iskolapadból hozza ezt a fajta megszólítást. Hát itt valóban a, a keretben, ö, talán a, az első évben, mikor átvettem az Audi LK-t, olyan értelmű, olyan szerű összehasonlítva olyan, olyan a keret, hogy, hogy 5 négy-öt ifikorú, juniorkorú játékos van, a többiek meg már felnőtt kor küszöbén vannak. Hamar hozzászoknak a lányok a tüzes egyedi stílusodhoz? Hát nagyon remélem, mert igazából én, még hogyha próbál az ember változni is, de de igazából én ezt a, ezt a stílust képviselem, tehát én nem vagyok egy üdvögelős típus. No, két meccsről volt szó, az egyik ugye a kek meccs, amin a visszavágót elbuktátok a szerbek ellen, viszont utána nagy győzelem volt a Békés Csaba ellen, ez már látszik valami abból, hogy mit akarsz csinálni? Én mindenképp a, itt a kekmérkőzésre visszatérve, úgy érzem, meg úgy, úgy láttam, talán meg tud erősíteni más is, aki kívülről nézte, hogy egy 50 percig olyan partnerek voltunk a nemzetközi tempóba idegenben, lejátszott mérkőzésen, mérkőzésen ami, ami mindenképp előre mutat, és hát a szakmai együtt azt is próbáltuk erősíteni a lányokba, meg próbáljuk azóta is, hogy az a fajta erőállapot és az a fajta lendület, ami ott jellemzett bennünket, az, az a magyar bajnokikon kamatoztatni kell, hogy kamatozni, kamatoznia kell. Tehát ezzel a fajta lendülettel, meg ezzel a fajta akarattal, motivációval, amivel, amivel onnan hazaérkeztünk, ezért Ezzel a meg a Békés Csabát? Én azt gondolom, igen. Ez külön öröm az embernek, amikor egy olyan kiváló kollégát győz mint egy kicsit annak idején olyan számüzetésként oda kerülő Kovács Péter? Igazából nem, nem, ez a, nem ez az öröm a, a kérdés, inkább, inkább az a fajta ö, szakmai önbecsülés, meg, meg, meg a hitnek a, a visszaszerzése, vagy visszakapása, amit most ezáltal a másfél-két hét alatt kapott meg a, az ember, jó magam, olyan értelemben, hogy, hogy amit képvisel, meg amit, amit csinál, az, az, az mégiscsak jó. Akkor ez mert... egy kicsit elégtétel is, nem? hogyha most jól megy ennek Most nem, nem, személyes ellentétben a szeretném ezt a, egyértelműen, sem, sem, a Békés Csaba, sem a Kovács Péter személy uh -huh. értelmében, hanem azzal kapcsolatosan, hogy egy adott csapatot fel tudott az ember úgy készíteni, hogy egy adott mérkőzést meg tudjon nyerni. Na most értelmszerűen ez, ez fordítva is első volna, akkor se lettem volna, én azt gondolom, sokkal rosszabb edző, sem magam, se a külvilág számára, talán mondhatom de ettől függetlenül valóban nagyon jó érzés volt. Másrészt pedig ugye olyan értelemben is dupla tétje volt a dolognak, hogy első hazai bemutatkozás volt a Fehérvári közönség előtt. no, viszont most nem sok egy nagyon érdekes meccset következik. Jön a Debrecen, aztán mentek Győrbe. Így van. No, hát... Ebben a sorrendben. E, igen. E, ez, ez, azért ez egy ez nagyon furcsa dolog lesz, nem? Hát mindenképp, de... Megérkezni Győrbe egy másik csapattal a menni Győrbe egy másik csapattal. Igen, mindenképp én inkább úgy fogalmaznék megint csak, mint ahogy az előbb, tehát fel kell készíteni egy csapatot, egy adott csapat ellen az adott mérkőzésre, értelemszerűen az adott képességbeli különbségeket szem előtt tartva, és mindenképp azzal a fajta, én azt mondom, hogy taktikai feladatokkal érkezünk Győrbe, amelyek nekünk, ha nem is adott mérkőzésen, de a későbbiekben, például a rájátszásban kamatozni kell. Fájna egy vereség a sajátjaid előtt? És ez nem csak a, a játékosok, hanem az egész közeg, közönség. Értem szerint nem veszíteni megyünk Győrbe, de, de persze a sok talaján maradva, megint csak, tehát ennek a játékos gárdának, a, a, akit a Fehérvár képvisel, és, és teljesen teljesen jó szellemiségében mondom ezt, a, ezt az egészet. Ö, olyan célok vannak kitűzve, vagy az a cél van kitűzve, hogy most az alapszakasz hátralévő szakaszába olyan teljesítmény nyújtson, ami, ami esetlegesen még jobban mutatja majd, legalábbis számomra, hogy közeledik a csapat és az edző, meg, meg maga a vezetőségnek a követelmény szintje. Végére értünk. Egyetlen egy mondat, akkor lehet, hogy ebből egy hosszú távú történet lesz, nem? és nem csak beugrás. E, igazából e, mindkét, illetve talán úgy mondhatom, hogy mind három fél, tehát mind az Audi mint mind a Fehérvár, mind jó magam bizalom, hát olyan értelemben élvezem, hogy, hogy mindenhonnan esetlegesen a, a, hosszabb távú tervnek a lehetősége fennáll a, a továbbiakban. No, hát ha ameddig ez kiderül, addig meg a napi feladatokhoz jó munkát. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. köszönöm szépen én is.